A kézmosás oktatás világrekordját akarták megdönteni a magyar diákok 2016-ban. Országszerte több mint 10 000-en, tolnán több százan vettek részt a kísérletben. Ezen a napon többek között a cseppfertőzést imitálták a kísérletek segítségével. Október 15-én tartják a kézmosás világnapját. Ezen a napon világszerte különféle rendezvényekkel hívják fel a figyelmet arra, hogy a kézfertőtlenítéssel a halálos fertőzések is megelőzhetőek, ám sokszor elmarad a kézmosás és a kézfertőtlenítés. A bőrünkön kórokozók százezrei vannak, a hasmenéses fertőző betegségeknek körülbelül az 50%-át meg lehet előzni kézmosással, egyszerű szappanos melegvizes kézmosással, és a légúti terjedésű fertőző betegségeknek is legalább 25%-át. Szakítani kell azzal a sztereotípiával, hogy csak étkezés előtt és WC használat után kell kezet mosni, hangsúlyozta az orvosigazgató. A bőrünkön kórokozók százezrei találhatóak meg, és napi munkánk, életvitelünk során számos kórokozót gyűjtünk be különböző felületek, tárgyak megérintésével. Nem is gondolnánk, hogy veszélyes baktériumokat, vírusokat hordozhatnak például a billentyűzetek és a telefonok. És azt is kevesen gondolják, hogy a cigarettázás komoly fertőzési kockázatot jelent, hiszen azt is a kezünkkel fogjuk meg. Idén nyáron 400 kórházi dolgozót ellenőriztek, UV lámpánál nézték meg, mely területek maradtak ki a kézfertőtlenítés során. A többség jól mosott kezet. Azért is indítanak ilyen kezdeményezéseket, hogy felhívják a figyelmet a kézhigiénia fontosságára. Már csak az egészségügyi ellátórendszernek kihívást jelentő, számos gyógyszernek ellenálló szuperbaktériumok terjedése miatt. Fontos tudni azonban, hogy ezek a baktériumok leggyakrabban fizikai kontaktus útján terjednek, ezért a védekezés leghatékonyabb eszköze a kézfertőtlenítés.